Négyen vagyunk így legjobb barátnők, és most évelején elnevezett minket az osztályfőnök brutális négyszögnek, mert hogy nagyon szoktunk nevetni. Elkísért valamelyikőtök a műsorba? Szuli idő? Hát akkor ez mi? Simán. Legtöbbször anya jön értünk, vagy apa, hogy berakjuk a hangszereket, kicsit néha nyomkodni kell, mert nem fér be, és aztán így indulunk haza. Nagy kutyák megőrülnek, és akkor így ugrálnak ránk. Hello! Gyertek a cuccokért! Fogjuk a csellódat! Szoktunk néha dárcozni, és nincs úgy legjobb játékos, de Márton kattal legjobban célozni. Ki vezet? Egyel vezetek, gizik el! Gyertek gyakorolni, gyerekek! Szoktam a testvéreimnek segíteni. Van, hogy Rozika nem szereti, hogy beleszúrlók, de inkább Márton, aki, hogy jól van, megcsinálom. Kicsit jobban emelsz fel a kezed, és akkor tisztán lesz. Játszom a lépte. Egy hang sok mindent elmond az emberre. Sokkal jobb, mint mondjuk a szavak, mert az olyan, hogy jobban ki lehet fejezni vele az érzéseket. Én rettentően izgulok, amikor ő játszik. Hát, hogyha föllépése van, akkor nem is mindig emlékszem rá, hogy mi történt, mert annyira szurkolok. Ő hál' Istennek kevésbé izgul.